Sziasztok, itt vagyunk, Városmajorban, a fogaskerekű végállomásánál. És az erdei iskola megállóhelyet fogjuk megnézni, ahol a legutóbbi 3 hetes vágányzárnak az okáit találjuk meg. Nem fejlesztés, hanem visszafejlesztés történt, de majd, hogyha ezzel a szerelvénnyel felértem, akkor meg fogom mutatni, hogy pontosan miről van szó. Úgyhogy hát hajrá, mindjárt indulni fog. És akkor megyünk. Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit! Fogaskerekű erdei iskola megállóhelynél vagyunk, ahol éppen ugye, mit látható ott elő, kiszerelték a váltót. Így a majdnem 3 hetes vágányzárnak ugye ez volt az egyik oka, eredménye. Fejlesztés helyett visszafejlesztés történt a fogaskerekűnél. És hát igen, ez a fogaskerekű lezűlesztésének egyik első úgy mondhatni eleme lett ez, egy értelmetlen visszafejlesztés. Úgyhogy gyakorlatilag kiszedték a váltót, amire egyébként szükség is volt, mert ez, itt menetrend szerint is voltak keresztek, tehát ilyen menetrendet át kellett szerkeszteni. Többi váltót próbálják életbe tartani így, hogy azt azért szerelték ki, hogy legyen alkatrész esetlegesen a többihez. Ugye nyilván egyedi gyártású váltókról van szó, vagyis hát kitérőkről nyilván, mert ugye fogaskerekű vasút az országban máshol nincsen, viszont van kitérőgyárunk Gyöngyösön, de nem hiszem, hogy olyan lehetetlen feladat lenne. De hát, tudják, hogy a józan ész vesztett, és inkább visszafejlesztettek. De hát itt volt a munka, hogy kicserélték folyóvágányra, és hát ennyi maradt a kitérőből. És egyébként, ha jól tudom, akkor az áramátalakító is ott van fönt, ahonnan régebben, meg talán most is ellátják árammal a fogaskerekű vasutat.
El fogom nézni még a másik végét is. Már csak ez a egy melón van használva. Egyébként pont lejtmenetben használták a másik oldalt, tehát régebben meg voltak ítélni, addig ez a szerelvény ez itt átállt volna oda mellékvágányra. És látjátok, itt van a tájékoztató is. Ez a peron nem üzemel. És ott a forgalmi változás, és nyilván új menetrenddel is járt az, hogy megszüntették ezt a kitérőt. Bizony, fogaskerekű ismét közlekedik, március 29-ét, ugye 3 metes vágányzár után, de ezt a peront nem érinti. Tudjátok, a jelző is le van ragasztva. És egyébként ott a Bozótos mögött lévő épület az áram átalakító. Egyébként itt is lehet felmenni, de nyilván ez zárva van. És innen picivel jobban látszik. Az a trafó állomás, vagy az áram átalakító, onnan a fogas kapja az áramot. Egyébként itt még valószínűleg szolgálat is van. Hát a tetőn van egy pár mobiltelefon átjátszó antenna. Van egy tábla, azt mindjárt megnézzük. És akkor visszatekintve az egykori kitérővágány. Itt pedig a barbár pusztítás nyomai szintén fült helye a váltóknak. Egykoron lehetett egy őrhely, szerintem valószínűleg az is volt, innen állítgatták a váltókat, amikor még helyszíni állításúak voltak. Bizony. És itt volt a szerkentyű hozzá. Hát elég hentes munkával szedték innen ki. Nézzétek, az áram átalakító. És tudjátok, három vontatású trafó is van. Innen kapja a fogas az áramot. Valószínűleg egyébként csak egy üzemel, vagy maximum kettő egyszerre. És a harmadik az tartalék. És akkor innen a körszálló mellől búcsúzok, és ennyi lett volna ez a fogaskerekült a vágányzár után bemutató videó. A következő villamossal már megyek is tovább. Sziasztok! Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd legközelebb találkozunk.